Hölgyeim és uraim, történelmi pillanat a telefonvonalban. Hófehérkék és valami egészen különleges. Nem fogadta itt a szigeten. Számított erre? Végtelenül meghatott, de miután én nem kampánykörútra jöttem ide, hanem azért, hogy megnézem, hogy a mi gyerekeink hogy érzik itt magukat a Pepsi-szigeten. Az ő fia is itt van, hadd kérdezzem meg. Nem, én teljesen magamtól jöttem ide, csak az üdvözlésében. Újabb helyre jövünk, ahol nagyon sokan van. Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy az egy óriási dolog, hogy itt durván 40-50 ezer ember jól érzi magát a szigeten, és naponta megjelennek ennyien. És én azt hiszem, hogy ha abból indulok ki, hogy valamikor én a politikai pályafutásom kezdetén itt az Óbudai szigeten szerettem volna valamiféle idegenforgalmi látványosságot, egy Chinatown, meg mindenfajta nemzetiségből összetevődő szigeti látványosságot csinálni. Hát most látom, hogy mennyivel jobban sikerült ez 40-50 ezer emberrel. Talán az egyetlen, amit hiányolok, hogy ezeknek a gyerekeknek nincsenek itt úszodák, ahol egy kicsit lehűthetnék magukat, ahol jól érezhetnék magukat. Ígérem, ha 2002-ben megfelelő eredményt fogunk elérni, akkor az első dolgom lesz, hogy a Fradit visszaszerezem, a második pedig, hogy a gyerekeknek itt rendes körülményeket teremtsünk, tudjanak fürödni, tudják jól érezni. Rózsi, milyen érzés, hogy leöntötték sörre? Óriási érzés, itt én is tele vagyok sörrel, mert mögött álltam, de egyébként most elfutott. Azt kérdezem meg, hogy miért így öltözködött, tehát miért zakóba jött ki, miért nem így próbált valahogy, ami a szigethez hát, inkább alkalmazott? Én reggel elindultam dolgozni, még akkor nem tudtam, hogy tudok-e kiszorítani annyi időt, hogy kijöjjek a Pepsi-szigetre, de hát ez az én átlagos eleganciámhoz képest egy visszalépés, ahogy lát, mert a zakót azt bent hagytam a kocsiban, de az, hogy zöld-fehér szerelésben vagyok, ez nálam nyáron eléggé megszokott, hiszen amint tudja, én gyerekkoromtól kezdve nagyon nagy Fradi Drucker vagyok. Hát sajnálhatja Tordján Ültelen, tegnap kihagyta az Action nevű zenekar koncertjét, ők nagy Ferencváros rajong, mint a számaiknak a fele. A következő a témáról szól, hogy igen? Hát nézze kérem, ugye én valamikor hegedű művésznek indultam, ennek következtében a zenének más irányzatai iránt vagyok elkötelezett, mint az ön által említett zenekarnak a teljesítménye, de nagyon szívesen meghallgattam volna, mert minden jó muzsikát szeretek, és hát, hogyha egyszer ráadásul ők a Fradit jelenítik meg a zenében, hát akkor meg különösképpen. Na, még valamit esetleg másik népszerű dolog itt a szigeten, az ivászat tervezi ön alkoholfogyasztását ítéltel? Na most nézek ki. Sörözést a gyerekekkel. Nekem annyi rossz tulajdonságom van, hogy eközé már az alkohol nem fér be. Én teljesen abstinens életet élek, tehát egyáltalán nem iszom semmiféle alkoholt, de egy pohár szódát nagyon szívesen megiszom velük, leülök, és örömömre fog szolgálni, hogyha ők is lehetségesnek tartják, hogy megengedjék, hogy közéjük telepedjek. És mert mennie kell most már elköszönöm, csak annyi még, hogy az még lehet-e, hogy esetleg valaki focizhat önnel, vagy ilyesmi beszáll-e ilyen sportjátékban? Hát az természetesen, minden csatiságra kapható vagyok, aki ismer, az ezen nem lepődik. Akkor az aranyászoknál találkozunk. Na hát ennyi fér zene, mert már elkergettek minket itt a biztonsági őrei, akik vannak hatan és nagyfiúk, szóval inkább nem kockáztattuk meg.